Sziasztok! A mai videó témája az unikornis. Az unikornis más néven egyszarvú, egy ló alakú mítikus állat. Ló feje, fehér ló teste, őzlába és oroszlán farka van, homlok a közepén egyenes, hegyes, csavart szarvat visel. Az egyszarvú nem a görög mitológiához tartozik, mint a pegazus, úgy tartják, hogy ez az állat Indiában vagy Afrikában élt. A hiedelmek szerint szarvának pora minden méreg hatását közömbösíteni tudta. Elfogni az unikornist viszont szinte lehetetlen volt, mert egyrészt szarva halálos fegyvernek is bizonyulhatott, másrészt megtalálni sem volt egyszerű. Különösen a középkorból maradt fent sok ábrázolás róla, kedvelt volt címerállatként is. Az én gyűjteményemben jelenleg 8 darab unikornis található, van köztük Breyer, Schleich, Papo, Mojo és Safari. A papós unikornissal kezdem. Ez egy nagyon különleges kis figura, mégpedig a póz teszi nagyon különlegessé, amiben ő áll. Ugye 3 lába a földön van, az egyiket felemeli, és egy ilyen nagyon kecses mozdulattal így hátrafelé néz. Szerintem nagyon szép ez a kis figura, egészen egyedi ezzel a beállítással. A farka nagyon szép, hosszú, aranyszínű és tele van csillámokkal, és ilyen kis aranyszínű virágok is díszítik. Ugyanúgy a sörényében is vannak ilyen kisebb díszek, ez is ugyanúgy aranyszínű, csillámos, és itt még egy pillangó is csücsül rajta. Ugye ő teljesen fehér, a szarva is csillámos, aranyszínű, és ha megnézzük közelebbről neki a szemét, az is aranyszínnel van kontúrozva, nagyon szép, mert nem csak egy színnel van festve, konkrétan 3 színnel festett, ugye fehér, zöld és fekete, és még ugye megkapta ezt az aranyszínű kontúrt is, ami nagyon egyedivé teszi ezt az unikornist. Ami még szép benne, hogy az orjukai is aranyszínnel vannak festve, és igazából a szája is. Ez egy 2002-es modell, nem tudom, hogy lehet-e még kapni, mostanában nem sokat láttam ilyen figurát a boltokban, de aki esetleg keresi, szerintem neten még megtalálható. Következő a szafaris unikornis, ami az egyik kedvencem, az egyik legrealisztikusabb ábrázolása az unikornisnak, már ha lehet realisztikusnak mondani egy kitalált élőlényt, hogy a feje az abszolút részletgazdag, nagyon szép, maga a póz is nagyon elegáns, a szafarira jellemzően azért elég jól kezelik az arányokat, amit ugye láthatunk rajta, hogy ő is teljesen fehér. A sörénye, a farka és ugye a lábán ez a kis szőr ezüstösen csillog, ami határozottan jól áll neki. A szarva nem túl hosszú és ezüst színű. A szeme neki egy színnel festett, ugye egy színű fekete, és ami még nagyon szép rajta, azok ezek a kis virágok a sörényében. Ami őt megkülönbözteti a többi unikornistól, az a farkincája. Jellemzően az unikornisokat ugye úgy ábrázolják, mint a lovak, szóval rendesen ló farkuk van. Ennek az unikornisnak viszont ugye teljesen más, kicsit olyan, mint az oroszlánnak, hogy csak a farka végén van neki hosszú szőr, és ez is ugye ezüst csillogású. A papó unikornisra is jellemző volt, de ennek is ugye páros ujjú patái vannak, amit a többi gyártó jellemzően nem érzékeltet az unikornisaikon. A szafarinál és a papónál azért ezt elég jól sikerült eltalálni. Ő ugye egy icipicivel kisebb, mint a Schleich lovak, viszont kidolgozásában, minőségében szerintem bőven azok fölött áll. Következő unikornisunk ez a Mojo gyönyörűség, ő is a kedvenceim közé tartozik, ő egy icipicivel nagyobb, mint a Schleich lovak, kidolgozásában én azt mondanám, hogy egészen hasonló. Ugye ő is jellemzően fehér színű, a sörénye és a farka ilyen sárgás krémszínt kapott, a patái szürkék, és az orra is egy kicsit ilyen szürkés színű, a szarva szintén nem is aranyszínű, nem is fehér, ez is inkább szürkés színt kapott, ugye a szeme egy színnel van festve, fekete, ami őt igazából különlegessé teszi, az szintén a póz, amiben áll. Ez szerintem egy elég különleges póz. Maga a modell az 2014-es kiadás, úgyhogy nem olyan nagyon régi. Következő unikornisunk már Schleich. Ez szerintem sokaknak ismerős lehet, hiszen nem olyan régi kiadás. Ez 2015-ben látta meg a napvilágot. Eredetileg neki ugye ült egy tündér a hátán, nekem ő már nincs meg. Gyönyörű szép ez a kis unikornis, nekem nagyon-nagyon megtetszett már az első képekről. A színe nem teljesen fehér, inkább ilyen sárgás, krém színű. A sörénye és a farka ezüst színű, patái ugye barnák, a szarva aranyszínű, van neki egy ilyen nagyon szép kis ezüst színű félhold a homlokán. A sörénye és a farka ilyen nagyon érdekes módon van, hát talán fonva, az egész tele van csillámokkal, úgyhogy nagyon szépen csillog. A szeme ugye egy színnel festette, ugye az a Schleichre jellemző, és van egy ilyen kis takaró a hátán, amin ugye eredetileg a tündér ült. Következő unikornis család igazából, megvan ebből mind a három, ugye a csődör, a kanca és a csikó. Ezek 2004-ben látták meg a napvilágot, úgyhogy ők régebbi darabok, látszik is rajtuk, hogy ők eléggé különböznek a mostaniaktól, viszont a mai napig nagyon szépek. Ugye ő a kanca, neki feltűnően hosszú szarva van, ami egyébként bevallom, nekem egy kicsit zavaró is, viszont egy nagyon szép ilyen krémszínű szőre van, és ilyen rózsaszínes srénye és farka, ami tel is tele van csillámokkal. Neki a szemét két színnel festették, ugye fekete és kék, és ami még benne érdekes, itt a popóján ugye végigfut ez a virág minta, ilyen zöldes, lilás, csillámos gyönyörűség, nagyon jól áll neki szerintem, és szerencsére ez a család többi tagján is megtalálható. Itt van például a csődör, ami egy ilyen nagyon szép ágaskodó pózban lett megalkotva, neki is azért elég hosszú szarva van, szintén ilyen, hát a kamerában fehérnek tűnik, de ő igazából egy ilyen rózsaszínes, krémszínű szőrrel rendelkezik, szintén ilyen rózsaszínes színe van a sörényének és a farkának, tele csillámokkal szintén, ugye rajta van ez a virág minta mindkét oldalon, a szeme is ugye két színnel festett, ami egy ilyen nagyon büszke tekintetet ad neki. Utolsó figuránk Schleich unikornisok közül ez a pici csikó, ő nincs éppen a legjobb állapotban, mert én őt használtam, vettem, azért így is látszik rajta, hogy mennyire cuki, színeiben ugyanaz, mint ugye a nagyok, rajta van ez a kis virág motívum, neki ugye még sokkal-sokkal kisebb a szarva, mint ugye a felnőtteké, nagyon cuki tündéri kis unikornis figura. És az utolsó unikornisunk erre a videóra, ez a hatalmas, traditional méretű Breyer, amit ugye már korábban lehetett látni, hiszen nekem van belőle Shire, meg Clydesdale, meg még egy csomó minden, ugye ugyanez a modell, csak más-más színben, őt szerencsére tavaly, azaz 2017-ben kiadták unikornisként is, aminek nagyon-nagyon örültem, úgyhogy első dolgom volt megrendelni. Ő ugye egy csodaszép modell, nem fehér, egy ilyen gyöngyházasan csillogós, ilyen lilás, szürkés színe van neki, a sörénye és a farka tele van csillámokkal, itt látszik rajta, fantasztikusan szép. Neki a szeme két színnel festett, fehérrel és feketével, a szarva és a potái is igazából ugyanazt a színt kapták, mint a teste többi része. Az eredeti neve Xavier, amit ugye a Breyer adott neki, úgyhogy ez a hatalmas egyszarvú zárja itt a sort a figurák között. Amit az unikornisok kapcsán még meg kell említenem, az utolsó egyszarvú című könyv. Ez egy fantasztikusan szép történet, aki még nem olvasta, mindenképpen ajánlom figyelmébe. Nem egy egyszerű olvasmány, mert nem mai darab, konkrétan 1968-ban látta meg a napvilágot, de a mai napig a legszebb unikornisos történet, amit csak ismerek. Belőle készült ugye az utolsó egyszarvú című rajzfilm is, ez a DVD borítóval nem nagyon vagyok kibékülve, itt ugye a hátulján látszanak a képek magából a filmből, egy gyönyörű, szépen megrajzolt, nagyon megható történetről van szó, ugye itt van ez is 1982-ben készült, úgyhogy tényleg nem mai darab, viszont aki nem látta, annak mindenképpen ajánlom figyelmébe, és aki szereti a lovakat, pláne aki szereti az unikornisokat, annak szerintem ezt mindenképpen illik ismerni. Hát ennyit szerettem volna ebbe a videóba, remélem tetszettek ezek az unikornisok, írjátok meg, hogy nektek melyik volt a kedvencetek, illetve melyik van meg a ti gyűjteményetekben, vagy épp melyiket szeretnétek a polcotokon látni. Én köszönöm a figyelmet, és találkozunk a következő videóban.